Amit ön mondott, az elfogadhatatlan, nem fogadom el, és azt kérem képviselőtársaimtól, hogy ők se fogadják el. Képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ, megkérdezem az országgyűlést, most szavazzanak. Az országgyűlés 184 igen szavazat, 90 nem szavazat mellett elfogadta az államtitkári választ. Tisztelt országgyűlés, Németh Zsolt, a Jobbik képviselője interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez. A belügyminiszter úr tervezi-e, hogy a Kárpátaljára, Újvidékre, vagy a cigány bűnözők által meggyilkoltak családjaihoz is elviszi az USA nagykövetét címmel? Németh Zsolt képviselő úr a szó. Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt miniszter úr helyett, tisztelt államtitkár úr! Nem olyan régen a miniszter úr lelátogatott Gyöngyöspatára az Egyesült Államok nagykövetasszonyával, hogy ott a megszokott módon elismételje a nagy hatalmas probléma téves elemzését, és hogy közben pedig egy idegen ország nagykövetének jelenlétében demonstrálhassa szolgalelkűségünket. Jellemző volt, hogy önöket azok tapsolták meg, akik a kiélezett helyzetben magyarok ellen hajtottak végre gyilkossági kísérletet vagy lincselést. Tisztelt államtitkár úr! Értékeljük, hogy azokkal a rendőrökkel próbálja fenntartani a rendet, akik alól épp most húzzák ki a megélhetést, a biztos talajt, és közben a valami tenni akarókat pedig börtönbüntetéssel szankcionálják a BTK és a polgárőrtörvény elkapkodott módosításaival. Mégis a miniszter úr lelkiismeretére próbálok hatni, és az önbevetett reményem szólal fel akkor, amikor abban reménykedem, hogy mostantól talán végre a magyar érdekek mellett is ilyen nagyszerűen ki fog állni ön és a kormány. Ebből az érzelmi motivációból kiindulva gondolom, hogy látogatásuk következő helyszíne éppen Kárpátalja lesz, ahol számon kérhetik az Ukrán Nemzetbiztonsági Hivatal, miért figyelteti, vagy figyeli meg a magyar nemzetiségű és nem sokára újra magyar állampolgárságú barátainkat, vagy tovább mennek Újvidékre, ahol a magyarok elleni gyűlölet továbbra is tombol, esetleg Felvidékre tesznek egy kis kiruccanást a nagykövetasszonnyal, szóvá tegyék a nyelvtörvényt, a bánási dekrétumokat, vagy az ottani magyar őslakosság meghurcoltatásait. Vagy maradjunk csak a csonka határainkon belül. Mikor látogatja meg a miniszter úr, vagy a államtitkár úr a nagykövetasszony társaságában a cigánybűnözők által meggyilkoltak családjait, rokonait? Mikor tesznek egy kis kiruccanást azon vidéki településekre, ahol a magyar többségi társadalom már szinte rettek kimenni az utcára sötétedés után? Azon kérdésemre pedig nem is várok választ, hogy egy idegen ország nagykövetasszonya miért pont a magyar kormány belügyminiszterével tesz hivatalos látogatást, vagy tesz közös nyilatkozatokat, miért nem az ilyenkor illetékes külügyminisztérium jár el, hiszen jól tudod, hogy éppen a külügyminisztérium államtitkára mennyire rajong az Amerikai Egyesült Államokért, vagy éppen annak nagykövetasszonyáért, amelyet éppen a mai napon is épp tanúbizonyságát tette. Erre kérdésre bizony nem várok választ, hiszen ismerjük Magyarország félgyarmati helyzetünket, amit ezt a kormány is előidézte. Tehát megkérdezném államtitkár urat, tervezik-e, hogy Kárpátaljára, Újvidékre, vagy a cigánybűnözők által meggyilkoltak családjaihoz is elviszi az USA nagykövetét? Köszönöm. A tárca nevében Kontrát Károly államtitkár úr válaszol. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Az ön által benyújtott írásos interpellációban említett Egyesület Államokat kerestem a térképen, de nem találtam. Lehet, hogy a térkép volt rossz. Nem tudom, kibe volt a hiba. Ami pedig a diplomáciai kapcsolatokat illeti, nézze meg nyugodtan az interpellációs írásos változatot. Tehát ami pedig a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó bécsi szerződést illeti, ez szabályozza a diplomáciai kapcsolatokat. Ez szerint a feladatkörök gyakorlása kizárólag a fogadó állam viszonylatában illeti meg a képviseletet, így egy nagykövet nem képviseleti a küldő államot olyan országban, ahova nincs akkreditálva. Ami pedig Gyöngyöspatát illeti, tisztelt képviselő úr, szeretném tájékoztatni önt és a tisztelt házat, hogy Gyöngyöspatán rend van, Gyöngyöspatán nyugalom van, Gyöngyöspatán békesség van. Ezt annak is köszönhetjük, hogy a rendőrség határozottan nagy erőkkel lépett föl a rend és a törvényesség helyreállítása és fenntartása érdekében, és ez a fellépés eredményes volt. Itt is szeretném emlékeztetni önt arra, hogy a gyöngyöspatai választott önkormányzati tisztségviselők és a képviselőtestület egyaránt felhívták mindenkinek a figyelmét arra, hogy nem kérnek a fejük fölött zajló politikai játszmából,
arra kértek mindenkit, hogy Gyöngyöspata ne legyen a politikai haszonszerzés terepe, hagyják őket békén. A gyöngyöspataiak azt kérték, hogy a rendőrség tartsa fenn a rendet, és ne bizonyos szervezetek járkáljanak, járőrözzenek Gyöngyöspata utcáin. Tisztelt képviselő úr, azt is szeretném hozzátenni, hogy többekről, akik a konfliktusokat gerjesztették, mára kiderült, hogy büntetett előéletűek. A Nemzeti Együttműködés kormánya a törvényeket betartatja, és ennek köszönhetően, úgy ahogy elmondtam, már rend lett a településen és a környékén is. Állításával ellentétben hangsúlyozom, hogy a BTK, illetőleg a polgárőrségről szóló törvény módosítása nem elkapkodott módon, hanem megalapodottan került sor, ugyanis az egyes magukat polgárőrnek nevező csoportok magatartása alapvetően sértette a joggal való visszaélés tilalmának, illetve a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit, és ezekkel ellentétes tevékenységet valósítottak meg. Nem látok kivetnivalót abban sem, hogy sőt természetesnek tartom, ha a konfliktusokkal terhelt településen a közrend közbiztonság fenntartásáért felelős szervezet, tehát irányító miniszter kalozolja egy külföldi ország nagykövetét. A hazai közrend és közbiztonság fenntartása nemzeti ügy, mint azt a helyszínen Pintér Sándor belügyminiszter úr elmondta, a rendet a rendőrök segítségével tudjuk garantálni, a békességet és a békét a helyieknek egymással kell megkötni. Gyöngyöspatán egyelőre marad a fokozott rendőri jelenlét, mindaddig, amíg erre szükség van. Ami pedig a helyzet konszolidálását illeti, a rend az az alapvető közösségi érték, amely meghatározza a mindennapok biztonságát, a mindennapok megélhetésének alapját. Emellett közmunkaprogramokat indítunk, és reményeink szerint mód lesz a kecskekő, amely a település egyik szimbólumává vált a kecskekő visszavételére, visszatérésére. Erdőtelepítések lesznek, és egyéb programokat is beindítunk a település önkormányzatával egyetértésben. Tisztelt képviselő úr, ha figyelne rám, és valóban azt a szándékát fejezné ki, hogy önök támogatják a közrend közbiztonság megerősítését ebben az országban, akkor arra kérem önt, hogy szavazzák meg, szavazataikkal támogassák az ezt megvalósító törvényjavaslatokat, mint például a ház napirendjén fekvő sporthuliganizmus elleni törvényt is. Köszönöm, és kérem, hogy válaszomat fogadja el. Megkérdezem képviselőt, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Egy perce van rá. Köszönöm, a választ nem tudom elfogadni. Gyorsan is mondom, hogy miért. Államtitkár úr azt mondta, hogy a közbiztonság nemzeti ügy, valóban így van. De akkor gondoljunk és vegyünk elő egy baranyai települést, például Vajclót, ahol az önök jóvoltából kikapcsolták az áramot a körzeti megbízott irodából. Ne bólogasson, államtitkár úr, kikapcsolták az áramot. Ott voltam, el kellett szállítani a fegyvereket sejjére, és a Fidesz ezt úgy reagálta le, hogy miközben az önkormányzat megvonta egy eljárás kezdeményezett a fideszes polgármester ellen, nem pénzt adtak, hogy visszakapcsolják az áramot a körzeti megbízott irodában, biztonsági szolgálatot küldtek le a polgármesteri hivatalhoz, napi 20 000 forintot kapnak ezek a biztonsági őrök, hogy csak azt engedjék be, akit a leváltott fideszes polgármester akar. Önök így őrzik a közbiztonságot, csak az önök saját hatalmuk bebetonozása a céljuk, és erre bármilyen eszközt felhasználnak. Nem tudom elfogadni ezt a felháborító választ. Képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Lássuk, hogy a tisztelt ház elfogadja, szavazzanak most. Az országgyűlés 192, igen, 38, nem, 50 tartózkodás mellett elfogadta az államtitkári választ. Tisztelt országgyűlés! Szabó Zsolt, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a vidékfejlesztési miniszterhez. Van-e jövőképe a magyarországi élelmiszerfeldolgozásnak a gazdaságban címmel? Szabó Zsolt képviselőt illeti meg a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az elmúlt időszakban több statisztikai jelentés jelent meg a magyar élelmiszeripar gazdaságban betöltött helyét illetően. A korábbiakban a nemzeti össztermékem belül igen jelentős részesedést vívő ágazat, különösen az elmúlt években óriási veszteséget szenvedett. Főleg a tej, a hús, a konzerv iparág jelentős piacvesztést szenvedett el, aminek hatására az ágazaton belül valamennyi terület elvesztette potenciáljának a 80%-át.
működő gyárak és üzemek sora került bezárásra, és a maradék üzemek jó része, hanem teljes egészen külföldi kézbe került. Két alapvető probléma határozza meg az agráripari ország élelmiszerfeldolgozó ágazatának a működését. Egyrésztről a stabil piac és értékesítési lehetőség. Ezen belül külön kiemelném az értékesítési csatornák átrendeződését Magyarországon a multikereskedelmi cégek irányába. A másik nagy probléma a nem magyar alapanyagból gyenge minőségben előállított és ezáltal olcsóban értékesíthető termékek tömeges megjelenése a piacon. Egy ország, mint gazdasági egység számára legfontosabb, hogy bármilyen terméket minél magasabb szintű feldolgozási folyamaton vigyünk keresztül. Mert összességében a hazai tudás és az ismeretanyag mind makro, mind mikroszinten így érvényesül a legjobban és a legerősebb mértékben. Hogy mást ne emeljek ki, például munkahelyteremtés szempontjából. Jelenleg Magyarország a megtermelt nyersanyagának nagy részét nem helyi szinten és nem hazai gyártók és termelők által feldolgozva értékesíti, hanem kiviszi külföldre és élelmiszert importál be. A harmadik és egyben a legkiemelkedőbb probléma a tőkeellátatlanság. Míg Nyugat-Európában a feldolgozóipar a saját tőke, idegen tőke arány szempontjából kétharmad az egyharmad, addig Magyarország a 90-es évek közepe óta teljesen elveszítette a saját tőke arányát. A jelenlegi ágazati terminus úgy néz ki, hogy a nyersanyagot és alapanyagot felvásárló gyártást végző cégek legyártva termékeiket, van olyan termék, ami egy-másfél évig kerül raktározásra és finanszírozásra, és mikor kiszolgálják a multi érdekeket, akkor utólagosan kötbérrel terhelve tudják azt csak értékesíteni. Tisztelt államtitkár úr, szeretnék javasolni egy EU-konform piacvédő eszközrendszer bevezetést, továbbá szeretném javasolni, hogy a Magyarországon gyártott, kizárólag magyar alapanyagból gyártott termékek részére a piacra jutást biztosítani tudjuk. Kérdésem pedig a következő. Hol találunk helyet ennek az eddig csökkenő, de a fejlődését váró ágazatnak a magyar gazdaságon belül, egy agráripari országon belül, és az egész időszakot és az elmúlt időszak negatív terminusait következtében hol találunk végre, és hol tudunk korrigálni egy növekvő ágazatot ebből az ágazaton belül? Tisztelettel várom államtitkár úr válaszát. Ángyán József államtitkár úr válaszol a interpelációra. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, tisztelt képviselőtársaim. Azt hiszem a helyzet értékelés és folyamatelemzés pontos. Nem tudnám én se pontosabban leírni azt a folyamatot, ami itt Magyarországon zajlott. Talán két momentumot emelek ki, a végpontok kiárusítását, ami éppen a cukoriparnál katasztrofális következményekkel járt, és pontosan mutatja, mi következik ebből, ha elveszíti a végpontjait egy vertikum. A másik pedig az a piacvesztés, ami mindezzel összefügg, hogy most már nem csak az exportpiacaink jelentős részét is elveszítettük, hanem a hazai piacainkat is újra vissza kell szerezzük. Mindez az elmúlt időszak, az elmúlt 8 év katasztrofális agrár- és vidékpolitikájának egyenes következménye volt. Méltatlan ez a helyzet, hadd mondjam el, hiszen Magyarország adottságai kiválóak, mi 15 millió embernek is kiváló, jó minőségű, egészséges, biztonságos élelmiszer tudunk előállítani a Kárpát-medencében. Ehhez a tradícióink is megvannak, tehát méltatlan az a helyzet, amit az élelmiszergazdaság területén Magyarországon kialakult. Jelezni szeretném, hogy ez egyúttal nemzetbiztonsági kérdéseket is fölvet, hiszen a nemzetek biztonsága manapság sokkal inkább például az élelmiszerellátás biztonságától függ, mutatják ezt azok az élelmiszerbotrányok, amelyek végigsöpörnek Európán és a világ számos térségein. Újra kell tehát építenünk a vertikumot, azt hiszem ebben egyetértünk. Össze kell kapcsolnunk sok mindent, ami mesterségesen szétvált. A várost a vidékével, a felvevőpiacot a termelővel, és ugyanígy az élelmiszer alapanyagtermelést, a feldolgozás és az értékesítés, a kereskedelem különböző szintjeivel. A Nemzeti Vidékstratégia gyors és hatékony változást irányoz elő ezeken a területeken, és azt hiszem, hogy enélkül nem is tud talpra állni a magyar mezőgazdaság és a vidék. Mik ezek a legfontosabb feladatok, hadd soroljak néhányat, és azokat az eszközöket, amelyeket alkalmaztunk, illetve alkalmaznunk kell.
a termelésben egy színes, minőségi mezőgazdaságot, a tájaink adottságaihoz alkalmazkodó mezőgazdaságot, a saját hungarikumainkat kihasználó mezőgazdaságot kell megvalósítanunk. Eladhatóvá kell tenni, vagyis föl kell dolgoznunk a termékeinket. Az a primitív mezőgazdasági szerkezet, ami tömeget termel néhány növény monokultúrás termesztésével, az alkalmatlan egy ilyen típusú mezőgazdaság megvalósítására. Színes, sokszínű a tájak adottságaihoz alkalmazkodó termékszerkezetre van szükségünk, és helyi feldolgozásra van szükségünk. Ennek az új Széchenyi tervben megteremtjük a feltételeit az 5000 fő lélekszám feletti településeken, az új Magyarország vidékfejlesztési program pedig az 5000 fő lélekszám alatti településeken fogja ezt megoldani. Megvehetővé kell tegyük, hogy így mondjam, a termékeket. Ennek egyik lépése a közbeszerzési törvény módosítása volt, vagyis közvetlenül meg is vehető az, amit a kistermelő közvetlen eladhat a helyi piacon. Piac tisztításra van szükség, nagyon határozottan szeretném ezt a fogalmat használni, mert az, ami itt a magyar élelmiszerpiacon megjelent a szabályozatlanság következtében, az katasztrofális képet mutat. A másodlagos élelmiszervizsgálat, amit bevezettünk, ezt szolgálja. A magyar termékrendelet, amely európai egyeztetésen van, és azt fogja mondani, hogy magyar termék az, ami Magyarországon magyar alapanyagból készült, ez világos képet fog mutatni, csak azok használhatják a nemzeti jelképeinket a termékeiken, akik ennek a szigorú követelménynek megfelelnek. A hungarikum törvény, amely előkészítés alatt és egyeztetés alatt van, és reményeink szerint valamikor az ősz folyamán elfogadásra kerül, vagy a most épp a ház alatt lévő hamburgeradónak nevezett egészségügyi termékadó, amely az egészségre káros termékektől tisztítja ezt a piacot, és egyúttal forrásokat teremt az átalakításra. Ez egyfajta logikai váltást is jelent, hiszen a forrásokat épp azok biztosítják, akik nem ilyen termékeket hoznak a piacunkra, és ezzel bővíthetjük az egészséges magyar élelmiszerek kínálatát. Nos, mind-mind ez azt szolgálja, hogy változást érjünk el ezen a területen. Kulcskérdés, hogy ezt a vertikumot újra vissza tudjuk építeni, és a kormánynak elhatározott szándéka, hogy forrásokat teremten ehhez az átalakításhoz, és a jogi környezetét is meg fogja teremteni. Köszönöm szépen. Megkérdezem Szabó Zsolt képviselőt, hogy elfogadja az államtitkári választ egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Keressük mindannyian az Európai Uniós támogatásból lebontott 60-i, Sejpi, Szolnoki, Szerencsi, Kabai cukorgyárat, több mint 50 konzervgyárat, vagy akár a zalaegerszegi húsüzemről, hogy ne beszéljek. Ami nagyon fontos, 2001-ben készült egy elemzés. Minden támogatási forint, amit az akkori Széchenyi terven keresztül az ágazat kapott, 3 éven belül megtérült. Közvetlenül jövedelemadókból, forgalmi adókból, áfából, közvetetten pedig a fogyasztáson keresztül. Felhívom a figyelmet, hogyha tudjuk, érjük el azt, hogy ismételten legyenek Európai Uniós források az ágazat felállítására. És ami nagyon fontos, az arányok visszaállítására, kis, közepes, nagy, mind a 3 ágazatra szükség van, mind a gyártásban, mind a kereskedelemben. Én kérem a gyorsaságot és a szakmaiságot államtitkár úrtól, és a válaszát elfogadom. Köszönöm szépen. Képviselő úr elfogadta az államtitkári választ, így léphetünk a következő interpellációra. Tarnai Richárd, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez. Mi a biztosítéka a magyari program megvalósulásának címmel? Képviselő urat illeti a szó. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Mindannyian ismerjük annak a Munkács melletti kis faluban lakó öregembernek a történetét, aki úgy volt élete során az osztrák-magyar monarchia, a csehszlovák köztársaság, Magyarország, a Szovjetunió, végül Ukrajna állampolgára, hogy mindvégig át sem lépte a határt. Kevés olyan vidék van a világon, amely az évszázadok során annyi viszontagságon, álomhatalomváltáson, rendszerváltáson esett át, mint a Beregvidék. Számtalanszor dúlták fel tatárok, törökök, pusztították labancok, románok, csehek és oroszok. Hasonlóan sok viszontagságon és romboláson esett át a magyar közigazgatás is. Hazánk történetének utolsó diktatúrája, az úgynevezett népi demokrácia, a közigazgatást az államigazgatással azonosként kezelte, a hatalomgyakorlás puszta eszközévé alacsonyította azt. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy még ma is lesújtó az emberek véleménye. Egy 2009-es felmérésben a megkérdezettek 63%-a nyilatkozott úgy, hogy tapasztalatai szerint személyes ismerős révén könnyebb elintéznie hivatalos ügyeit.
2006-hoz képest ötszörösére nőtt azok száma, akik azt mondták, hogy pénzt kértek a kedvező elbánásért, elavult a technika, és nem emberközeli az ügyfélszolgálat. Jól érzékelhető tehát, hogy a magyar közigazgatás hitele, szakszerűsége és tisztasága a szocialista kormányok alatt erősen megkopott és devalválódott. Mintha az idők folyamán elveszett volna a közigazgatás lényege, mégpedig az, hogy nem elég jogszabályok alapján így-úgy ellátni a közfeladatokat, mindezt a közjó szolgálatában kell tenni. Ezért üdvözlendő, hogy a napokban bemutatott magyari program ennek szellemében tűzte ki célul a közigazgatás átfogó fejlesztését és átalakítását. Eszerint a kormány elsődleges célja a jó állam megteremtése azáltal, hogy az emberek és a vállalkozások igényeit a közjó érdekében és annak keretei között szolgálja, nem pedig akadálya vagy ellenfele akar lenni a polgárnak, hanem támasza és segítője. A jó állam egyben versenyképes állam is, amely lehetőséget teremt a gazdaság szereplői számára a hatékony gazdaságpolitika és állami működés által, azaz eredményes, gazdaságos, biztonságos és felügyelhető. Az elmúlt 20 év látszat reformjai azonban egyértelműen leértékelték ezeket a folyamatokat. A reform szót szinte szitokszóvá tették a látszatreformerek, a túlmozgásos naponta újítók. Tisztelt államtitkár úr, mi a biztosíték arra, hogy a magyari program tervezett intézkedései a mindennapokban is megvalósulnak, és az állam végre polgárai számára valódi támaszt és segítséget nyújt? Köszönöm válaszát. Tárca nevében Rétvári Bence államtitkár úr készül válaszolni az interpellációra. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Valóban, ahogy ön is mondta, szinte ezek már elcsépelt, elhasznált, devalválódott szavak, melyeknek értéke is kevés van ennek. Nincs más oka, mint az, hogy az elmúlt 21 évben összesen 50 olyan kormányhatározat, kormánydöntés született, mely a közszolgálat reformját, az eljárások egyszerűsítését, a szervezetrendszer átláthatóbbá tételét tűzte ki célul. Mindezek ellenére ez nem valósult meg, Magyarországon nem láthattuk ennek a kézzel fogható, tapintható következményeit. A magyari program, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dolgozott ki, és ennek 11. számú munka példányát bemutattuk Magyari Zoltán születésnapjához nagyon közel időpontban, azonban bízom benne, hogy más sorsot fog megélni, és valóban ez lesz az áttörés a közszolgálat területén. Már csak azért is, hiszen, mint ahogy Magyari Zoltán is mondta, a közszolgálat reformját egy alkotmányos reformnak kell megelőznie, ez Magyarországon már megtörtént. Maga a magyari program nem csupán arról szól, mint sok más program, hogy a jövőre nézve, fél év múlva, egy év múlva, három év, öt év múlva, tíz év múlva milyen célokat kell Magyarországnak elérnie, hiszen ez, mint ahogy a címlap is mutatja, a 11. számú munkapéldány. Ez azt is már magában foglalja, amit az elmúlt egy évben tettünk, és nyilván azokat a célkitűzéseket is, amelyeket a jövőben szeretnénk megtenni. Éppen ezért nem csupán tervek, álmok, vágyak vagy programok szerepelnek benne, hanem egyfajta irányzék. Az elmúlt egy év merre konvergált, mi volt az iránya, és az, hogy megvalósul, amit ön is kérdezett, képviselő, hogy mi a biztosíték arra, hogy ez nem csak egy malaszt marad, egy írott malaszt marad, papírra vetett szavak, hanem konkrét következmény is lesz, az pontosan az elmúlt egy év, hiszen már sok eddig megtett bizonyíték is, több, mint az eddig ígéretek. Engedje meg, hogy a négy beavatkozási terület közül, mely a szervezet feladatok, eljárás és személyzet, a szervezet kapcsán elmondjam önnek azokat a tényeket, amelyek az eddigi gyakorlattal szakítanak. Nagyon sokszor mondják a közigazgatásra, hogy ugyanarra a feladatra több szerv van, túlburjánzó háttérintézmények vannak, párhuzamosságok vannak a közigazgatásban. Mi ezt nem csak mondtuk, de fel is léptünk ellene. Engedje meg, hogy pár számot összehasonlítsa 2010 és 2011 között. Az itt a parlamentben, a patkóban is jól látható, hogy 13 minisztériumból 8 maradt. Az már itt kevésbé vehető szemügyre, hogy a területi állami igazgatási szervekből 292-ből idénre 93 maradt, tehát harmadára csökkent ezeknek a száma. Közszolgáltató költségvetési szervek száma 193-ról 92 darabra csökkent. Ezek nem jövőbeni tervek, hanem már megvalósult intézkedések. A kormány, valamint a minisztériumok által alapított alapítványoknak és közalapítványoknak a száma 68 darabról 21 darabra csökkent. Ez is óriási számcsökkenést jelent. Ezeknél a közalapítványoknál az volt a legnagyobb probléma, hogy bár közvagyonból jöttek létre, valamilyen úton, módon, vagy a rendszerváltáskor, vagy azután egy közvagyon rész vonult át alapítványi formába, de az államnak a
befolyása az államnak a döntéshozó képessége, vagy felelősségre vonó képessége megszűnt ezekkel kapcsolatban. Ezért kellett ezeket átszervezni. A legnagyobb átalakítás, ami megtörtént január 1-ével, az a kormányhivataloknak a létrejötte, hiszen itt a kormányhivatal úgy jött létre, hogy a közigazgatási hivatal 14 másik hivatalt olvasztott magába, és a 33 dekoncentrált szervből így már több mint a fele egységesen működik, és a többi is a kormányhivatal koordinálásában. Akkor fog majd leérni ennek a közigazgatásnak a lába a földre, az államigazgatásnak a földre, amikor 2013. január 1-től a megyei kormányhivatalok alatt megjelennek a járási kormányhivatalok is. Maga a kormányprogram az ereki terve, vagy maga a magyari program az ereki tervet is magában foglalja, amelyik a kormányzati elhelyezésnek a terve. A feladatok kapcsán állami folyamatosan frissülő állami feladatkatasztert vezetünk be, és további intézkedéseket is hozunk, amelyek biztosítéka annak, hogy ez a terv megvalósuljon, és mindenki érezze a jobban működő, hatékonyabb államot. Köszönöm szépen. Megkérdezem Tarnai képviselőt, hogy elfogadja a választ. Köszönöm szépen államtitkár úr a választ. Valóban tapasztaltuk az elmúlt évben, hogy a hivatalok számai csökkentek. Ezzel párhuzamosan a bürokrácia is, reméljük, hogy a kormányzat ezen az úton marad, úgyhogy ezért el tudom fogadni a választ. Köszönöm szépen. Képviselő elfogadta a választ, így a következő interpellációra térünk rá. Seyrin Gábor, az LMP képviselője, interpellációt nyújtott be a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez. Átgondolatlan és felesleges presztízsberuházás PPP konstrukcióban kormányzati támogatása a Pécset, avagy mi szükség van a pécsi magasház tervezett újjáépítésére címmel. Seyrin Gábor képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr, tisztelt államtitkár úr. A 20 éve használhatatlan magasház helyén a pécsi közigazgatási szolgáltató központot építeni fel Pécs fideszes város vezetése. A terv ezersebből vérzik. A legeladósodottabb a megszorításoktól és intézménybezárásoktól hangos Pécs városában, a haverok kedvéért kivételesen támogatott PPP konstrukcióban pénzügyileg teljesen irracionálisan és ellenőrizetlen módon költenének el milliárdokat. A tervezett központba kerülne az összes olyan önkormányzat és állami hivatal, ahol az állampolgári ügyeket intézik. A beruházás az a város a központi kormányzat támogatására is számít, amennyiben az új irodaházban bérelne az állam hivatalainak helyiségeket. A megoldás olyan PPP jellegű konstrukció, melyet az Orbán kormány hevesen támad, és melyek sorát állította le tavaly év végén. Ráadásul az ügyletben érintett a Grupo Milton, melyről már több alkalommal bizonyosodott be, hogy igen, bensőséges viszonyt ápol a legmagasabb kormányzati körökkel, mely sávonyan építette volna a Balatoninget, Pátyon pedig golfpályát és lakóparkot. Tavalyi év végén két autópályát, egy sportcsarnokot, 31 uszodát és tornatermet, az MTV új székházát, két börtön, egyetemeket és főiskolákat érintő döntéssel rendelt el a kormány PPP stoppot. Botrányos továbbá, hogy az elfogadott előterjesztés szerint csak a szerződéskötést követően készülnének el azok a tanulmányok, melyek azt vizsgálják, hogy megéri-e a beruházás az önkormányzatnak. Az önkormányzat arra adott fölhatalmazást a polgármesternek, hogy úgy írjon alá együttműködési megállapodást, hogy semmit sem tudni arról, mire is kötelezi el magát 30 évre. A pécsi városvezetés számít a központi kormányzat támogatására. A közgyűlési vitán elfogadásra került egy olyan módosító, amely szerint akkor kap zöld utat a beruházás, ha a kormány kötelezettséget vállal meghatározott irodaterület bérbevételére, amire értesüléseink szerint Navracsis Tibor szóbeli ígéretet tett. Mi indokolja, hogy a kormány támogassa, hogy az adósság csúcsot tartó városban, ahol történelmi magasságban áll a munkanélküliség, ahol ezrek féltik a munkájukat, és ahol csak kemény megszorítások árán lehet megőrizni a város működő képességét, milliárdokat költsenek el a politika és az államigazgatás céljait szolgáló beruházásra? Miért kényszeríti bele a legaladósodottabb önkormányzatot a kormány egy két és értékű presztízs beruházásba, az egyablakos kormányhivatalok álmát kergetve? A kormány valóban ad-e szerződéses garanciát a beruházás megindítása előtt arra, hogy a kormányhivatal számára szükséges és pontosan meghatározott irodaterületeket majd kötött időre bérbe veszi? Végül miért jelentenek a pécsi magasház mögött álló befektetők kivételt a PPP stop alól? Várom válaszát. Köszönöm szépen. Kormány nevében Rétvári Bence államtitkár úr válaszol. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Képviselő, egyrésztről
azt hiszem, itt a házszabályban is ismer, hogy nem tehető itt meg a parlament, mert vannak az ön által itt most felolvasott interpellációban olyan részek, amelyek egyértelműen magának a pécsi önkormányzatnak a hatáskörébe tartoznak, tehát azokról a kérdésekről sem a kormányhivatal, sem a kormány nem dönthet, azt felül nem bírálhatja, azokba a döntéseibe bele nem szólhat. Tehát a pécsi önkormányzati ügyeket elsősorban a pécsi önkormányzat